Vettel jelösíts! Nem pavasol az árulókkal! Vettel jelösíts! Vettel Ausztria! A délvidékről jövök. Saját szememmel láttam, hogy Jelasics átkelt a Dráván, hogy Pestnek tart, falvakat gyújt föl, fosztogat. Ha most fel nem áldozunk mindent, ha most meg nem szorítjuk, ha most sarkantyút nem adunk az időnek. Ő felsége 5. Ferdinánd, dicsőségesen uralkodó apostoli királyunk, nem adott ki hat parancsot. Ennél fogva a hadviselésről már csak alkotmányjogilag sem szólhatunk. A horvát lázadás megfékezését tehát nyugodtan ő felségére bízhatjuk. Vakság. Ostobaság. Ő felsége ismételte jegyzékben rótta meg Jelasicsbán. Bizonyos tehát, hogy konstitúciónkat, státusunkat is biztosítja ellene. A császár! Jóra bízzuk! A kínai császár közelebb van hozzánk. Hadsereget a nemzet védelmére! Paraszt hadsereget! Ura! 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 Holond kell Tancsics! Szárazbergi követ úr közbeszólása helyesen fejezte ki. Hadseregünk nincs. Majd Kossuth teremt! Paraszt hadsereget! Ura! Ura! Kossuth, Kossuth! Madarász úrék egyebet se tudnak, mint mindig Kossuthot emlegetni. Mindig csak Kossuth. Mert mindenütt igenis Kossuth. Kiteremtett pénzt? Kossuth. Kiteremtett ipart? Kitörte le az üzérkedést? Kossuth! Kigyártad hajót? Kiszervezett összekötetést a külfölddel? Ki küldött követeket? Kossuth! 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 Hát ezért hangzik annyit, hogy Kossuth! Megvédeni. Velünk a nép. De hol van Kossuth? Beteg még mindig. Kossuth nem jön. El kell jönnie, és döntenie kell. Kossuth! Uraim, a haza veszélyben van, és Isten kezükbe adta a mai határozattal a nemzet életét, de kezükbe adta a nemzet halálát is. Önök határozni fognak. Elmondhatom, hogy március óta nem volt soha egy pillanatom, melyben magammal elégedett lehettem volna. Elég kábák voltunk azt hinni, hogy a bécsi kamarilla urai hálásak lesznek a magyar nemzet iránt. Még csak seregeinket sem hívtuk vissza külföldről. Pedig Horvátország nyílt pártütésben van. Vajon miért? A jogokat,
melyeket márciusban kivívtunk magunknak. Nekik is kivívtuk, s pártütéssel, lázadással feleltek ezen elcsábított, szerencsétlen emberek. Vajon miért? Azért, mert a Pécs falai közt létező hatalomnak Fáj Magyarország felett nem rendelkezhetni többé. A legutóbbi percekben lehullott a fátyol. A horvát pártütés mögött a pécsi kamarilla áll. Ezen kétségbe vonhatatlan tény késztet annak kimondására, tisztelt ház, hogy a nemzet veszélyben van, vagyis inkább veszélyben lesz, ha a nemzet el nem határozza magát élni, mert élni nem fog azon nemzet, mint azon ember sem, kit nem saját élet ereje tart fenn, hanem csak másoknak gyámolítása. Én, uraim, ezennel egy nagyszerű határozatra hívom fel önöket. Adjon a képviselőház 200 000 katonát, és az ehhez szükséges pénzerő előteremtéséhez megadjuk! Önök felállottak, mint egyetlen férfi. És én leborulok a nemzet nagysága előtt. És azt mondom, annyi energiát a kivitelbe, mint amennyi hazafiságot tapasztaltam a megajánlásban, és Magyarországot a poklok kapui sem dönthetik meg!